A Nyíregyházi Egészségpraxis Közösség pályázata is támogatást nyert április elején a három generációval az egészségért program keretében. A vállalásokat júniustól kezdik megvalósítani. Köszöntöm a stúdióban Sós Zoltán házi orvost, konzorcium vezetőt. Jó estét kívánok! Üdvözlöm a nézőket! Mi az, amit tudni érdemes erről a pályázatról, erről a programról? Nem előzmény nélküli ez a pályázat, hiszen korábban a svájci modell néven ismert praxis közösségi pályázatok, illetve az EFOPOS praxis közösségi pályázatok azok, amik előzményét jelentik ezeknek a, ennek a három generáció az egészségért pályázatnak. A svájci modellben ugye az volt a tapasztalat, hogy népegészségügyi szakemberek, gyógytornászok, dietetikusok bevonásával, hogyha a lakosságot a prevenciós szemléletre rábírjuk, és hát tulajdonképpen a prevenciós rendelésekre és a prevenciós programokra becsatornázunk, akkor nagyon jó eredmény jön ki. Nagyon sok beteget el tudunk érni, aki valóban beteg volt, úgyhogy nem tudott róla. Ez az előzménye a dolognak, nagyon jó tapasztalatai voltak a svájci modellnek, ezt vitte tovább aztán a praxis közösségi pályázatoknak a rendszere, amely a múlt évben indult. Az ugyan nagyobb keretösszeggel, mint a három generáció az egészségért pályázatok, viszont abban sokkal több kötöttség volt, illetve feltételezte az önkormányzatok együttműködését, a házi orvosok együttműködésében. Míg ez a három generáció az egészséget pályázat, ez idén évelején került kiírásra. Nagyon kevés korlátot állított az orvosok együttműködésének. Ez a szakmai program kialakításában adott elég komoly szabad kezet. Ezért mindenki az ő igényének megfelelően tudta alakítani a szakmai programját. Kik képezik ezt a közösséget, ezt a konzorciumot, kik azok, akik nyertek most itt Nyíregyházán? Tudtam, a Nyíregyházán három praxis közösség az, aki nyert, vagy konzorcium, ebben a pályázatban ezt így hívják. A mi közösségünkön kívül még egy főleg gyerekorvosokat tömörítő praxis közösség, és egy másik zömében felnőtt házi orvosokat tömörítő praxis közösség, aki nyert. Itt a környékben is tudok több nyertes pályázatról, és hát sajnos olyanok is vannak, akik pályáztak, de aztán nem jártak eredménnyel. Konkrétan a mi praxis közösségünket illetően 7 háziorvos együttműködéséről beszélünk. Egy gyerekorvos kolléganő és 6 felnőtt házi orvos, 3 a Józsavárosban, 3 a belvárosban, és egy malomkerti praxis az, aki a praxis közösséget alkotja. Milyen összeget nyertek, és mire fordíthatják ezt a pénzt? A keretösszeg, amit pályáztunk, az 80 millió forint, erre eredménnyel pályáztunk, ezzel gazdálkodhatunk, és ez az, ami felhasználásra kerül a prevenciós programoknak a megszervezésében. Zömében egyébként a prevenciós tevékenységet vállaló háziorvosi praxisok többlet munkáját finanszírozza, illetve a praxisok működésében, a prevenciós tevékenységben bevont szakemberek, dietetikusok, gyógytornászok, pszichológusok, egészségpszichológusoknak a javadalmazását és munkájuknak az elismerését, illetve hát eszközbeszerzésre a prevenciós feladatok lebonyolításában szerepet játszó eszközökben, eszközök beszerzése az, amire a pályázat összefordítható. Mire kell itt gondolni, hogyan fog ez megvalósulni? Ez még nekünk is talány, bár a szakmai anyag nyilván összeállt, de aztán minden majd a valóságban derül ki, hogy hogyan tudjuk a szakmai anyagot a mindennapokra átültetni. Ezért van előzménye ennek, nyilván a tapasztalataikra, a praxis közösségi pályázatok, praxis közösségeknek, illetve a svájci modell közösségének építünk, és ezeket a szakmai előzményeket, tapasztalatokat beépítjük mi is, de az bizonyos, hogy mi ezekben a praxisokban lesznek majd prevenciós rendelések, erre a dedikált időponttal, mind az asszisztenseket, mind az orvosokat illetően, és ezekben az időpontokban tényleg nem betegellátás fog folyni, hanem inkább szűrővizsgálatokat fogunk végezni, azokat a szűrővizsgálatokat, amikre a szakmai programban vállalást tettünk. Hogyan érik el
az érintett lakosságot? Ez a legnehezebb kérdés. Sokszor problémát jelent az, hogy ugye a 35 év alattiaknak 3 évente meg kellene jelenni a házi orvosoknál, törzskarton megújításra az ennél idősebbeknek meg 2 évente, ez néha elmarad sajnos. És mit tud tenni a házi orvos, mint azon kívül, hogy megszólítja a hozzáfordulókat, időnként leveleket írunk, hírleveleket, azon kívül megpróbálja a modern kor vívmányait igénybe venni. Az én praxisomnál is volt erre tapasztalat, és a praxis közösségünknek a kialakításán is erre kifejezett hangsúlyt fektettünk. Facebook oldalon, saját önálló weboldalán a közösségnek igyekszünk összegyűjteni azokat az információkat, amik minden praxisban fölmerülnek, és azokon a felületeken próbáljuk ezeket az eseményeket meghirdetni. És hát a praxisokban összegyűjtött telefonszámok, e-mail címek felhasználásával, e-mail hírlevelek vagy tömeges SMS-ek kiküldésével fogjuk a lakosságot, a mi betegeinket, pácienseinket ezekre a rendezvényekre behívni. Mi az eddigi tapasztalat? Mi az, amivel egyáltalán be lehet hívni? Tehát mi az a hívószó, amire rámozdulnak azok az emberek? Azt tapasztalhatjuk, hogy a betegek, illetve a páciensek egy része nagyon későn fordul orvoshoz, egy másik része meg akkor is megy, ha nem kell. Tehát valahogy ezt kellene egy kicsit kiegyensúlyozni, illetve azok, akik későn mennek, azok nyilván azért mennek később, általában, mert nagyon elfoglaltak, tehát dolgoznak, mindennapi hajtásban vannak. Mi az, amiért mégis azt fogja mondani, hogy mégiscsak részt veszek ezen a szülésen? Ez egy meglehetősen nehéz kérdés, és nem is biztos, hogy nálunk van a bölcsekköve, meg ez a konkrét pályázat erre igazi választ fog adni. De ez legalábbis egy próbálkozás, egy kanyar abban az irányban, hogyha különböző szűrővizsgálatokat biztosítunk, és azt ezeknek a szűrővizsgálatoknak az az eredője, hogy felfedezünk korábban betegségeket, és azokat időben tudjuk kezelni, vagy felfedezzük azt, hogy ő egészséges, de felálljuk neki, hogy az egészségfejlesztési irodáját a szervezett szintérprogramokban vegyen részt, mozgásprogramokban mozgásélménye legyen meg, ami korábban mozgásszegény életmódot folytató páciens, akkor már szerintem sokat tettünk, sokkal többet tettünk, mint amit akár évek, évtizedek alatt el tudtunk érni eddig. Említette, hogy több szakma képviseli itt magát, nem csak az orvosok vesznek ebben részt. Létezik most már majd, hogy nem egy új fogalom, a majdnem doktor fogalom, a magasan képzett ápolók fogalma, úgy tudom, részt vesz egy ilyen is ebben a közösségben. Így van, AP-nek hívják, csúnya angol betű szó, ez az Advanced Practice Nurse, ez az emelt szintű közösségi ápoló magyarul. Ez egy újonnan indult képzés, és korábban ugye volt a diplomás ápoló képzés, ami szintén egy felsőfokú képzettséget adott, de nem nagyon rendelődött mellé kompetencia, és itt is az a nagy kérdés, hogy ezeknek a emelt szintű ápolóinknak, non-doktoroknak hívták a köznyelben, vagy a sajtó korábban így emlegette őket, tudunk-e olyan kompetenciákat adni, tud-e a törvényhozó, a jogszabályokat olyan kompetenciákat adni, amivel orvosi feladatokat tudnak átvenni, mert a képzettségük alapján bizony meg tudnák tenni. És a mi praxis közösségünkben az egyik ápoló, az egyik kollégánknak az ápolója az elsők között végzett, most ebben az évnek a végén, vagy hát a múlt évnek a végén, és korábban is a praxis közösség 2 praxisa részt is vett ezeknek az APN-eknek, ezeknek a non-doktor ápolóknak a képzésében. Vállaltuk azt is, hogy ezeknek a non-doktor ápolóknak a képzésében mindegyik praxis részt fog venni. Együttműködést ajánlottunk a főiskolának, vagy az egészségi karnak, bocsánat. És azt reméljük, hogy az ő magas szintű szakmai képzettsége, tapasztalata, az egy tudástranszfer lehet a többi praxisban. Őnek egy ilyen integratív, edukatív szerepet szánunk, hogy minden praxisban a prevenciós rendelésen végigjárva, vagy hát igazából a tapasztalatait átadva, ugyanezt a szemléletet, ezt a prevenciós szemléletet meg tudja honosítani minden praxisban. Dr. Sór Zoltán, örömmel beszámolunk majd az eredményekről is a pályázat végén. Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt.